visszalépés, tip, jobbra tip, balra tip, jobbra tip és balra tip, 8 lépés. 5, 6, 7, tip, vissza 2, 3, 4, 5, 6, 7, tip. Szépkorúak táncolnak a Bátaszéki Művelődési Házban. A vártnál nagyobb sikere lett a kezdeményezésnek, a meghirdetést követően volt, hogy 50-en is eljöttek a közösségbe. Az idősek tánctanítása nem egyszerű. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével haladjanak a tanulásban. Jobb a közérzet, megmozgat minden, hogy mondjam, minden porcikánkat, megmozgat a fejünktől hát a lábunkig, állva, ülve. Elmarad, és ezt vissza kellene hozni valamennyire, ez a segítség. Hát erre várunk, hogy mindenkinek hol a lába, hol. De valóban nagyon örömmel jövünk, szinte jól érezzük magunkat, nevetünk, ha nem jól lépünk egymáson. Már ez is egy kikapcsolódás, hogy egymást, saját magunkat is kinevessük, ha nem jól lépünk, hát már megint nem jó. De aztán akkor is örülünk, hogyha szépen megy minden. Mikor megismerkedtem a szenior tánccal, én magam is ledöbbentem azon, hogy mennyire jó ezt csinálni, mennyire jó mozogni, és mennyi idős embert meg tudunk ezzel mozgatni. Sokkal nagyobb türelem kell, és figyelni kell az érzékszerveikre. Nyilván lehet valakinek sérült a lába, beteg a lába, vannak olyan lépések, amiket meg tudunk könnyíteni. Oda kell figyelnünk egymásra, fokozottan oda kell figyelnünk egymásra, hiszen az idős ember még sérülékenyebb, nem csak külsőleg, a lelke is. Meg kell gondolni háromszor, hogy szól az ember. Amíg egy gyerekre erélyesebben rá tudunk szólni, addig egy idős emberre nem szabad. Táncolni láthatóan akár széken ülve is lehet, és a teljesen egyszerű mozdulatok mégis a végén a mozgás örömét nyújtják az idősebbeknek. Az elbeszélések szerint a legnehezebb kimozdulni otthonról. Hát elég nehéz volt, én megmondom őszintén, mert már jártak Bátaszékről Várdombra, és nagyon régóta mondták, hogy gyertek már, ugyan már, mi már hova menjünk, már nem tudunk mi táncolni. És amikor lejöttek ide Bátaszékre, és eljöttünk az első alkalommal, akkor úgy mentünk az, hogy hú, de elfáradtunk, de jó volt mégiscsak, mert tényleg mindenünk. Egy mozdulat, és megmozdul a váll, a kar, a térd, minden. És ez jó. A mozgás koordinációjukat javítsuk, és az agy, a jobb agyfélteke megdolgoztatása. Ezek a táncok nem komoly, szóval nem ilyen nagyon merev koreográfiával készültek. Nyilván van egy előírás, ami szerint nekünk ezeket a táncokat oktatni kell, de nem kell kiválóan ismerni ezeket a táncokat, nem kell otthon gyakorolni. Itt érezzük jó magunkat, itt mozogjunk, itt mozgassuk meg az agyunkat. Nagyon nagy szeretettel jönnek. Van olyan táncosom, aki Bajáról jár ide, mert annyira jól érzi magát, és végül is nem igazán elégíti ki a heti egyszeri alkalom Baján. És szívesen eljön ide is, és táncol. Van, akik Várdombról jöttek ide, jönnek velem, táncolnak. Jól érzik magukat ebbe a közösségbe. Ez egy örömtánc, mondják a nénik még búcsúzóul. Aki egyszer eljön ide, az biztosan itt ragad. És közben mosolyog az arcuk és a szemük. Aztán újra táncra perdülnek, és látszik rajtuk, tényleg jól érzik magukat.